Mintegy 40 szervezet, egyesület vagy éppen magánszemély kapott abból az ezüstözött bronz emlékéremből, amelyet Fellner Jakab születésének 300. évfordulója alkalmából mutattak be Tatán. A Szabó Imre fia Béla által tervezett emlékérem fontos szimbólum az idei rendezvény sorozatnak. Egyébként pedig korábban, néhány évvel ezelőtt készült már Fellner emlékérem, azon Szentkereszt plébánia templom látható, így az volt a célunk, hogy most ennek párjaként a kezdet is megjelenjen, a véggel, a pálya csúccsal és természetesen az életének a befejezésével együtt, hiszen a Szentkereszt plébánia templomban nyugszik, úgyhogy így most már teljes ez a kép is. Én nagyon köszönöm Vámosi Lászlónak is, aki a Tatai Éremgyűjtők Szervezetének a vezetője, hogy mindvégig szakmai segítségnyújtással mellettünk volt és támogatott minket, hogy egy igazán kiváló és méltó érem készülhessen erre az alkalomra, és ma itt a bemutatón is ő fog közreműködni az alkotóművész mellett. A 42,5 mm átmérőjű alkotás kivitelezését Szabó Tamás ötvös vezette, így szeptember 22-től ezüstözött bronz és bronz kivitelben érhető el a rendhagyó érem. 1997-ben már készült Fellner Jakab érem, akkor a Magyar Éremgyűjtők Egyesülete itt tartotta Tatán a vándorgyűlését, és egy kétoldalas, 42 és feles érmet adtunk ki erre az alkalomra. Tehát 25 év után újra Fellner Jakab érem kerül azoknak a kezébe, akik szeretik a numizmatikát, az éremgyűjtést, a szép érmeket. Mi a kezdetektől fogva próbáltunk ebben a dologban segíteni. Talán elsők voltunk azok, akik jelentkeztünk abba, hogy a Fellner Jakab emlékév különféle munkáiban részt szeretnénk venni. Mindjárt javasoltunk is egy emlékérmet, hogy készüljön az alkalomra egy nagyon szép emlékérem. Kiválogattuk a most jelen éremművészek közül azokat, akik ebben a portré éremművészetben nagyon jók, és így kerültünk Szabó Imre fia Bélához, aki egy jász szobrász és éremművész. Fellner Jakab tiszteletére legutóbb 1997-ben mutattak be emlékérmet.